Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Angyal üzenet március 29-én. Minden nap felett van egy őrangyal. A mai napon angyal Háziel uralkodik, nem csak március 29-én, hanem június 11-én, augusztus 26-án és november 7-én is. Azok, akik ezen a napon születtek, ez az angyal Háziel az ő őrangyaluk, tehát befolyásolja az ő életüket, sorsukat. Ez az angyal mutatja az igazságot. Nem csak azt, hanem, hogy mi megbocsássunk másoknak, vagy mások bocsátanak meg nekünk. Azon kívül megszabadít bennünket a félelmeinktől. Segít abban, hogy mi igazi barátságokat köthessünk, és mutatja az isteni szeretetet. Ő felett, tehát Háziel angyal felett uralkodik angyal Háziel. Angyal Háziel őrzi az isteni titkokat. Az angyal a titkok angyala, mondhatnám így is. És most válasszatok egy számot, az egyes számot, a kettes számot, vagy a hármas számot, és itt kaptok egy angyali üzenetet. Most megnézzük az egyes számnál, melyik kártya található. Itt van egy kígyó. Az jelentheti azt, hogy változások történnek belülről. Tehát ez egy process, itt megújulások vannak. Vagy nálatok van ez a megújulás, vagy nála a ti szerelmeteknél. Ez a kígyó jelenthet egy hölgyet. Az lehet egy barátnő, egy kolléganő, vagy valaki a szomszédból. De figyeljétek azt is, hogy milyen hatással van rátok. A kígyó gyakran mutat utakat, ami nem egyenes, hanem ilyen mellék utakat. Akik a kettes számot választották, most kapnak itt egy angyali üzenetet. A könyvek mutatnak tudást. Ez lehet egy iskola, hogy oda bejelentkeztek, vagy találtok egy könyvet, ami számotokra nagyon fontos. Tehát itt a tudásról van szó. Az is lehet, hogy ti írtok egy könyvet, és ez megjelenik. Ez egy jó ötlet. Ezek a könyvek mutatnak zárkózottságot is. Lehet, hogy mások zárkózottak jelen pillanatban, vagy ti legyetek zárkózottak. Most megtekintjük a hármas számot, illetve ezt a kártyát. Itt egy házasságról van szó. Akik már férjnél vannak, azoknak most az ő családi élete fontos, vagy ez a házasság. Akik még nincsenek összeházasodva, azok számíthatnak arra, hogy kapnak egy gyűrűt, és ez az eljegyzést mutatja. Ezek a gyűrűk szimbolizálnak mást is, mégpedig szerződéseket, egy fontos szerződés. Munkahelyi szerződés, adásvételi szerződés. Tehát ez is előfordulhat. És ez volt az angyal üzenet.
És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!